Miközben országvilág arról beszél, micsoda szégyen, hogy már júliusban elfogytak nemzetközi kupacsapataink, egyébként tényleg az, van egy együttes, amelyik szép csendben állva maradt, és bemasírozott a 32 közé a BL-ben, ahol akár, mint mondtam, az Arzenállal is összekerülhet. Ez pedig nem más, mint az MTK női csapata, amely sikerrel vívta meg az eddigi selejtezőket, és amelynek az edzője Megyes Péter, illetve egy játékosa, Csiszár Henrietta itt van a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Na, akkor megkapjuk az Arzenált, vagy kapjuk meg az Arzenált a 32 között? Hát, ha lehetne kérni, akkor inkább ne. Bár úgy érzem, hogy itt azért nem nagyon lehet válogatni, tehát a top 16 csapat közül valamelyiket meg fogjuk kapni. Hát ez most készítelen, igen. És hát ezek között nem lehet válogatni, úgy érzem, mindegyik nagyon-nagyon magas színvonalon űzi ezt a játékot. Mondom, válogatni nem lehet, de azért vannak elképzeléseim, kit szeretnék kapni. Na, akkor, tehát akkor vannak olyan csapatok ezek szerint, hogy igen, hát úgy érzem, hogy egy árnyalattal gyengébb lenne esetleg egy osztrák bajnok, vagy talán egy cseh bajnok, azért ezekkel jobban kiegyeznék, mint egy Arzenállal. Viszont már ott vagytok a 32 között, és ez óriási bravúr, mondjuk annak fényében, hogy ugye júliusban elfogytak a férfi kupa csapatok. Milyen volt az a bizonyos belfasti selejtező, ahol kiharcoltátok a 32 közé jutást? Hát elsősorban egy óriási élmény volt, tehát nagyon nagy dolognak tartom, hogy egyáltalán kijutottunk. Tehát ugye az MTK már sorozatban negyedszerre jutott ki erre a selejtező sorozatra. Hát a meccseket tekintve nehéz meccseket játszottunk, De úgy érzem, hogy nagyon jól teljesítettünk, ez a továbbjutás is ezt jelenti. Milyen egy női bajnokok ligájának a hangulata? Valamilyen szinten össze lehet hasonlítani a férfival? Van bajnokok ligája himnusz? Van valamilyen atmoszféra a helyszínen, hogy ez bizony más, mint egy normál bajnoki? Hát persze más az atmoszféra, de ezt leginkább ezt mi tudjuk belül, hogy ez pedig miközben... hallgatunk téged, az a bizonyos győztes gól. Nem, ez nem az. Ez az első mérkőzésem. Ez pont az a gól, amit mi kaptunk. Mert ugye három meccset játszottatok Belfastban. És abból egy volt igazán komoly, és ezt előre is lehetett tudni? Hát én úgy érzem, hogy mind a három nagyon komoly volt. Tehát az ír, illetve észak-ír bajnok is nagyon-nagyon jó csapat volt, természetesen az ukrán csapat, és mi úgy érzem, hogy kiemelkedtünk ebből a csoportból, de az írek és az északírek ezt a tipikus brit labdarúgást játszva nagyon-nagyon nagy birkózásra készítettek bennünket, de örülök neki, hogy mi azért a játékosságunkkal fölülmúltuk őket. Mekkora siker ez az MTK-nak, mekkora siker ez a magyar focinak, hogy 32 között van ezzel a góllal, na most már ez tényleg az, ugye? Igen, ez volt az utolsó mérkőzésen. Hát mekkora siker, óriási. Úgy érzem, hogy egy külön varázsa van ugyanúgy a női bajnokok ligájának, mint a férfi bajnokok ligájának. Természetesen picit kisebb volumenben, tehát itt azért nem játszottunk 60-70 ezer ember előtt, de azért a körítése, a média, az érkezés a stadionba, maga a BL himnusz, tehát egy óriási élmény volt számomra is. Te most először vettél részt ilyenben. Megérte az MTK-hoz szerződni? Persze, minden szempontból. Hát ugye ide kerültem, egyből bajnokságot nyertünk, kupát megnyertem, és ez egy olyan élmény, amit ez örök életemben. Nagyon szívesen fogok visszanézni erre. Hát még az mekkora élmény lenne, mondjuk, hogy a 16 közé jutnátok. Hát egy magyar csapatnak, amióta BL van, ez nem sikerült. Igen, hát ez óriási dolog lenne. Én úgy vagyok vele, hogy egy szerencsés sorsolással akár ez összejöhet. Hát az Arzenált azt inkább még nem szeretném én se. Ahogy néztem az eredményeket, eszméletlen különbségek vannak. Tehát a tavalyi szezonban a Malmötől, ha jól emlékszem, 11-es összesítéssel kapott ki az MTK, ugyanígy a 32 között. De aztán a Malmö is kapott egy nagy zakót. Igen. Hát az igazság, hogy... Ez mennyire furcsa, bocsánat, neked, aki a fiúktól jött, a fiú utánpótlás csapatoktól, a női fociba. Hát azért már belemergettem ebbe a női labdarúgásba, úgy érzem,
megfelelő segítséggel, itt a Turtocki Sándort említeni, aki előzőleg az MTK edzője volt, ő is nagyon-nagyon sok információval segített, és hát most mennyivel másabb a nők, tehát nőből vannak, kicsit másképp működnek, de imádom őket, tehát nagyon nagy sportemberek, azt ki kell emelni. Kicsikét érzékenyebbek, főleg a kritikára, de nagyon nagy harcosok. De gondolom, ugyanúgy imádjátok a focit és rajongtok érte, és megnéztek minden meccset. Persze. Hát azt nem mondom, hogy megnézünk minden meccset, de ugyanúgy persze szeretjük nagyon. De mondjuk BL meccset, például ezt a tegnapi Arsenal-Fenert? Hát én személy szerint nem néztem meg most, de egyébként én ugyanolyan futballrajongó vagyok, lány léttem rá. Beszélgettek fociról, bajnokok ligájáról? Fiú meccsekről? Természetesen. Tehát azért sokat lehet tanulni úgy a női, mint a férfi ilyen nemzetközi szintű mérkőzésekből, úgyhogy mindenképpen beszélgetünk róla. Na tessék, hogyha beszélgettek, ma este lesz egy nem akármilyen meccs, PSV Milan, illetve Milan PSV meccs. Hogyha beszélgetnétek, mire tippeltek, milyen meccs lesz? Hát alaphangon Milán szurkoló vagyok, úgyhogy inkább a Milánnak szurkolnék, illetve őt helyezném előtérbe. Hát nem lesz egyszerű mérkőzés, biztos vagyok benne. A hollandokat sose lehet leírni, vagy nem szabad leírni, de mégis azt mondom, hogy a Milán egy jobb csapat jelen pillanatban. Henriett, mi lesz ma este? Én is úgy gondolom, hogy a Milán behúzza a kötelezőt és megnyeri a meccset. De ez ennyire kötelező, az első meccs az nem ezt sugallta. Ez most az lesz, én úgy érzem. Szerintem igen.